Willy Orbán a magyar válogatott és a lipcsei védelem betonbiztos tagja. Kaiserslauternben született, ennek ellenére a magyar nemzeti csapatban szerepel. Hogy mindez hogyan lehetséges? Ebben a videóban minden részletre fény derül. Az édesapja magyar, az édesanyja pedig lengyel származású, ugyanakkor Németországban, Kaiserslauternben született és ott is nőtt fel. Tehát ez alapján a lengyel vagy épp a német válogatottat is választhatta volna. Ugyanakkor az édesanyja német állampolgár lett, és nem volt érvényes lengyel állampolgársága, ezért nem jöhetett szóba a lengyel nemzeti csapat. A németeknél pedig számos világsztár szerepel a védelemben, így kevés esély volt rá, hogy oda valaha is behívót kap. Miután a szülei elváltak, Willy édesapja 2000-ben hazaköltözött Oroszlányba. Ezután a fiatal védő a nyarakat rendszerint ott töltötte. Már gyerekként beleszeretett kis hazánkba, ahol rengeteget pecázott és focizott az édesapjával. A magyar kötődése ezáltal rendkívül erős volt. Ezen felül komoly szerepet játszott a döntéshozatalban Gulácsi Péter is, akivel évek óta együtt szerepel a Lipcse csapatában. 2018-ban Marco Rossi védelmi opciók után kutatott, és mivel tudott arról, hogy Orbán félig magyar származású, meg is kereste őt. Willy pedig elfogadta az olasz szakember behívóját. A Görögország ellen 1-0-ra elveszített mérkőzésen debütált 2018. október 12-én. Védő létére rendkívül gólerős, 24 mérkőzésen 5 gólt szerzett a válogatottban. A párharcait nagy százalékban megnyeri, a fejpárbajokban rendre felülmúlja ellenfeleit. A személyében egy minőségi belső védőt nyert nemzeti csapatunk. Kimagasló teljesítményével sokat tesz hozzá a válogatott játékához, úgy kellett a magyar védelembe, mint egy falatkenyér. Nektek mi a véleményetek Willy Orbánról? A válaszotokat írjátok le kommentben! Hajrá magyarok, hajrá félidő! Thank you.